Ügyesen közlekednek a gyerekek a fürdőkertben, a Kressz pályán. A mobilitási hét programsorozathoz kapcsolódóan természetvédelmi napot szervezett a Zöld Kör szeptember 21-én. A szervezet célja volt az ökoturisztikai látogatóközpontban kialakított játszóház és a helyszínre megálmodott tanösvény bemutatása mellett egész délutánra tartalmas programokkal szolgálni. A mai nap egy természetnap tulajdonképpen. Igazából hát nem is teljes nap, hiszen egy délutánról van szó, ahová vártuk az óvodás iskolás csoportoknak a jelentkezését. Több programelem is megtalálható itt a mai nap folyamán a fürdőkertben. Egyrészt vannak természetvédelmi jellegű programjaink, meg lehet tekinteni itt az újonnan kialakított tanösvényt a fürdőkertben, amihez szakvezetést biztosítunk. Aztán itt az épületben, az ökoturisztikai központban kialakításra került egy ökojátszóház, ami egy nagyon színvonalas és nagyon érdekes, ilyen interaktív játékokkal tanítja meg a gyerekeket, hogy milyen állat és növényfajok találhatóak itt meg a városunk környékén. Illetve itt egy Natura 2000 standot lehet látni mögöttünk, ami a hajdúböszörményi tölgyesek, Debrecen hajdúböszörményi tölgyeseknek az élővilágát mutatja be, és itt is egy kis foglalkoztatóval, színezővel, totóval készültünk a gyerekeknek. Ezen kívül még egy nagyon-nagyon érdekfeszítő programmal készültetek a mai napra. Igen, egy mini kresszpályát is bemutatunk itt a gyerekeknek, ahol megismerhetik a különböző közlekedési táblákat, azoknak a jelentésüket, és hát próbáljuk nekik átadni a biztonságos közlekedésről a tudnivalókat. A Bocskai iskola egyik negyedikes osztálya tudatosan biciklis programot szervezett a délutánra, és az ebéd utáni időszakot itt a fürdőkert hangulatos fái árnyékában töltötték el. Mi a Bocskai iskola negyedik A osztálya vagyunk, egy nagyon természetvédő csapat, minden ilyen megmozduláson részt szoktunk venni, mivel hallottuk ezt a program sorozatot, vagy programot, hát elhatároztuk. Egyébként is jöttünk volna egy biciklitúrára, de mi ezt kihasználva ezt a lehetőséget, ezért vagyunk itt. Mennyire fér egyébként bele a mai, azt gondolom én, kicsit sem egyszerű világunkba az, hogy a gyerekek ilyen módon, ennyire természetközeli módon ismerkedjenek meg, akár a biciklizéssel, akár a tanösvénnyel, akár böszörménynek a természeti kincseivel. Mi minden évben lehetőséget teremtünk arra, a párommal, Monori Dórival, hogy kiszabaduljunk az iskolai környezetből. A gyereket tanúsítják tavasszal és ősszel-tavasszal, minden alkalommal teszünk egy biciklitúrát. Emlékeztek, a gyerekek első osztályban, és éppen jöttünk, mi most negyedikesek vagyunk, és kérdezték a gyerekek, hogy Erika néni megy, jövünk-e még, mert jövőre ugye mi elválunk. De mondtuk, hogy tavasszal még egy utolsó biciklitúránk lesz. Tavasszal voltunk Zeleméren, a Csonkatoronynál, minden évben kitűzünk egy távot, és a természet lágyölén pihenünk egy kicsit. Hédi kedves, most hozzád fordulok. Mesélj nekem egy kicsit magadról. Mennyire jó dolog a biciklizés? Mennyire szoktad egyébként előkeríteni otthon a családi fészerből a saját biciklidet, és miért is jó a biciklizés? Mert sportos, és én otthon szoktam biciklizni, mert anyáikkal már mostanában nem szoktunk menni, de mi Sárival egyszer bicikliztünk. Na és... Itt az iskolában én azt gondolom, ökoiskola, a Bocskai iskola, azt gondolom, hogy nálatok egyébként is hangsúlyos a természetismeret, illetve egyáltalán a környezetvédelem is. Miért is tartod ezt a programot akár kifejezetten jónak, hasznosnak? Mert megvédjük a környezetet. Hunor kedves, most hozzád fordulok. Azt gondolom, a ti családotokban szintén egyáltalán nem ismeretlen a természet ismerete és szeretete. Mit is jelent számodra? Akár ide kijönni a fürdőkertbe, és egy-egy ilyen kellemes délutánt eltölteni itt. Én szeretem az ilyeneket, mert ugye itt lehet megpihenni is, meg ugye a természet csodái. Túrázás és egyáltalán kirándulás a természetben, ez közel áll a szívedhez, és ha igen, akkor miért? Hát igen, mert ugye anyukám még szokták szervezni a túrát, és arra mindig szoktam menni.
Ilyenkor milyen távokat tudtok esetleg akár teljesíteni? Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen túra, egy-egy ilyen efis túra kifejezetten felnőtteknek szerveződik, ám de ti fiatalok szintén mindig kitesztek magatokért. Ezt hogyan is tudod? Mennyire jelent kihívást ez számodra? Hát mivel már sok túrán vettem részt, így nem nagyon most már. Miért is jó egyébként? Mit tapasztalsz? Mitől is töltődsz föl igazán a természetben? Hát az, hogy ugye sokszor látunk ilyen állatokat is, például meg ilyeneket, és hát ezért.